tisztelt miniszter úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt országgyűlési képviselő úr, tisztelt utasaink, kedves vendégeink, tisztelt kollégáink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Karcagi Vasútállomás épületének átadó ünnepségén. A mai napon újabb lépést teszünk előre azzal, hogy hivatalosan is átadjuk ezt a kívülbelül korszerűen felépített állomásépületet itt, a Nagykőség fővárosában. Perceken belül átvágjuk a nemzeti színű szalagot, amelyet Karcag is az elitklub tagjává válik, Pécs, Balatonszentgyörgy, Balatonfüred, Kaposvár, Keszthely és más felújított állomásépületekkel büszkélkedő hazai települések, vagy éppen a napokban átadott, megszépült Jász Dózsa megállóhely mellett. A kiemelkedő fontosságú Budapest, Szolnok, Zámony, Fő és a Karcag-Tiszafüred mellékvonal meccéspontjában álló város élete szorosan kapcsolódik a vasúthoz, amely 160 éve szolgálja a település gazdasági, kulturális és közigazgatási vezető szerepét. E szoros kapcsolat miatt a vasúti szolgáltatás színvonala és a vasúti környezete állapota jelentősen befolyásolja az itt élők életminőségét. A MÁV csoport felelősséggel tartozik azért, hogy szolgáltatásait a mindenkori elvárásoknak megfelelően teljesítse. Erre kötelez minket a több mint 170 éves hagyományunk. Így van ez még akkor is, ha a történelmünk során voltak időszakok, amikor ez a szemlélet nem tükröződött a vasút működésében. Szerénykedés nélkül mondhatom, büszkék vagyunk arra az útra, amelyet sok tízezer kollégámmal együtt megtettük az elmúlt fél évtizedben. Eltökélten, lépésről lépésre törlesztjük a magyar államvasutak évtizedeken keresztül felhalmozott adósságát. Pótoljuk az elmulasztott fejlesztéseket, és nyugat-európai színvonalú utasközpontú szolgáltatásra törekszünk. Tesszük mindezt olyan elszántsággal, mint a szikes pusztán élő hunok, közös erővel, szívvel, lélekkel. Felismertük a fejlesztések szükségességét, és nem félünk megvalósítani azokat. Ennek újabb bizonyítéka ez a hely, ahol most állunk. Az épületet 310 millió forintból felújítottuk, pincétől a padlásig. Ebből az összegből nem csak az utasok kényelmét szolgáló tereket, de a szolgálati helységeket is újjávarázsoltuk, mert a minőségi szolgáltatás nyújtás alapja a kulturál dolgozói környezet. Ahogy mondani szoktam, ez a MÁV már nem az a MÁV. De sokat kell még dolgoznunk azért, hogy a magyar vasútnak újra presztízse legyen, és valamennyien büszkék lehessünk rá. Vállalásaink közül ismét teljesítettünk egyet, de nem állhatunk meg. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a siker eléréséhez elszántságunk mellett nélkülözhetetlen a kormányzat fejlesztéseket elősegítő, támogató politikája. Tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlési képviselő úr! Örömünkre szolgál, hogy az országgyűlés támogatásával a magyar kormány stratégiai ágazatként tekint a vasútra, és kiemelt figyelmet fordít a vasúti szolgáltatások fejlesztésére. Bízom benne, hogy a megkezdett közös munka folytatódik, és a fejlesztések egész sorát tudjuk még közösen elvégezni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt karcagia! Valamennyi kollégám nevében mondhatom, hiszünk abban, hogy a megújult karcagi vasútállomás hozzájárul a város központi szerepének fenntartásához és a térség fejlődéséhez. Örömmel adjuk át Önöknek ezt az épületet, amely reményeink szerint nem csak elnyeri tetszésüket, de kényelmüket és gyarapodásukat is szolgálja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen! Megtudhatták, hogy a vasúttársaság számára miért fontos egy-egy ilyen felújítás, de vajon mit jelent ez Karcag életében, azt ki is mondhatná el hitelesebben, mint Dobos László polgármester. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tisztelt elnök vezérigazgató asszony, miniszter úr, elnök úr. Nagyon jó volt hallgatni a 17. számú dallamokat, de legalább olyan jó itt állni ezen a napon, és részt venni azon a Balaton ünnepségen, ami egy 21. számú magyar vasútállomást jelképez, legalábbis a szalag átvágása. Hogy hallhattuk,
vezérigazgató asszonytól valóban megújult az épület, az az állomás. Volt szerencsénk itt a ünnepség előtt bejárni az egész területet, voltunk a forgalmi irodával is, és nyugodtan mondhatom, hogy tényleg európai színvonalú és 21. századi színvonalú, a műszaki ellátottság, ami fényjelzi ezt az irodát és garantálja a közlekedésnek a biztonságát. Örülök, hogy itt lehetek. Immáron rövid időn belül, a rövid idő az 2-3 év, egy ilyen avatott ünnepségem, hiszen azért megelőzte ezt az állomás felújítást, egy vonal felújítást, ami Szalótól egészen Püspökladányig terjedt esetünkben, amikor is gazdagabbat vettünk egy nagyon szép peronnal, aluljáróval, liftekkel, ami valamikor elképzelhetetlen volt a karceli ember számára, vagy az ide látogatók számára, hogy rá is csodálkoztunk természetesen, hogy ilyen is létezik, vidéken is. De gazdagodtunk aluljáróval, felüljáróval, ami nem csak a vasúti közlekedés, hanem a közúti közlekedést is gyorsabbá és biztonságosabbá tette. Akkor még csak reménykedtünk, hogy esetleg az állomás épülete is megújulhat. Szerencsére ez megtörtént, és olyan módon, hogy megmaradt az épület régi stílusa kívülről, ami örömtel mindenünk számára, szerint szép épületről van szó. Viszont a belső rész az teljesen modern, és olyan a sikeredet, hogy csalogatja a utazó közönséget. Egy csöppet sem mindegy, hogy milyen egy fogadó kapu, hiszen ezt a vasútállomást egy fogadó kapuval tekinthetjük, hiszen akár a karceli lakosok, akár az ide látogatók is a vasúttal közlekednek, itt szállnak le, és az antré az mindig fontos. Milyen az első benyomás, hiszen bármit el lehet követni egy településen, a utcákat rendbe tartva, parkokat szépítve, fejleszteni különböző dolgokat, ha az első benyomás az már nem jó. Hát innentől kezdődően ez már egészen másképpen van, hiszen csodálatosan megújult ez a épület mindannyiunk örömére. Én azt kívánom, hogy valóban segítse ez a és megújulás, ami segíteni is fogja a város különböző szegmenseit, a turisztikát, az idegenforgalmat, egyáltalán a 21. századi elvárásokat a közlekedésben. Azt kívánom, hogy együtt a MÁV-val a város közösen tudja úgy fenntartani hosszú-hosszú évtizedeken keresztül ezt az épületet, ezt az egész objektumot, ami mindannyiunk megelégedésére szolgál. A közös munka mindig meghozva a gyümölcsét, így volt ez a felújítás esetében is, hiszen valóban kormányzati akarat és a MÁV vezetésének az akarat és szükségeltetett ahhoz, hogy ez elkészüljön ez a mű. Köszönet ezért a kormánynak, miniszter úrnak, a tanulásságban miniszter úrnak, elnök az igazgató asszonynak. Köszönjük, hogy gazdag lett a városunk ismételten. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt vezérigazgató asszony, elnök úr, polgármester úr, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a jeles napon, amikor Karcag egyik legrégebbi, legpatinásabb épülete megújul, a karcagi vasútállomás, amelynek az építése visszanyúlik az 1860-as évekbe, tehát egy igazi történelmi helyszínen vagyunk most, és elmondhatjuk, hogy egy összefogás eredményeként ennek az épületnek a funkciója, a jövője is biztosított. Hiszen hölgyeim és uraim, egy város, egy térség csak akkor lehet eredményes, hogyha eleven közlekedési kapcsolatai vannak, hogyha azok a kor színvonalán állnak, akkor tudjuk elérni a nagyvárosokat, akkor tudnak hozzánk jönni a turisták, akkor tudjuk lebonyolítani a személyforgalmat és a teherforgalmat is, hiszen itt a nagyvárosok termékeinek a piacra jutásáról is szó van, ékes bizonyság egy rabonaszállító szerelvény, amely parkol mellettünk a síneken. És ezt az épületet, ahogy említettem, már hosszú ideje, több mint 160 éve használják a karcagiak, a nagykúrság lakója, a közép-tiszavidék lakója arra, hogy egy kaput nyitva a külvilág felé vasúton közlekedjenek.
Ilyenkor fel lehet idézni azt, hogy miképpen épült mindez annak idején, még szépapáink korában, 1848-as szabadsághal szerelését követően, hiszen itt egy mocsárvilág volt, a sáréte határtalan tízes világa, és a terület, amelyen állunk, ez a vasúti pálya, a töltés, sőt a vasútállomások a telke is tulajdonképpen nem létezett, mindezt talicskával fogadta a hordák össze az összes földet, ide fuvarozták az őseink, sőt a vasúti pályának az építése, amely akkor egy sín volt, az úgy zajlott, hogy a környező vármegyékből a robotra kötelezett valamikori jobbágyokat rendelték ide ezer számra, elől kötésig a vízben állva vágták a nádat, a gyékeit, lerakták, utána hozták a földet, és a rét az keményen ellenállt, mert az első vasúti töltésű télen el is vitte. Ez igaz volt a konzervatív kunembereknek azt a vélekedését, hogy hát itt nem lehet építeni vasutat. Igaz, hogy korábban nem próbálkozott ezzel senki sem. De a technika győzött, és végül elkészült az a vasúti pálya, amely Karcolók csomóponttá tette, elérhetővé tette a fővárost, és hát ma is mintegy 10 000 ember vesz igénybe ezt a vasútállomást. Akkor épült meg a kor romantikus stílusában ez a szép épület is. És ha megnézzük a régi képes lapokat, gyakorlatilag ugyanígy nézett ki. És sikerült mindezt megóvni, felújítani, tényleg úgy, hogy újabb ékszerdoboz a városnak, és a kor színvonalán álló valamennyi szolgáltatás itt a MÁV részéről hozzáférhető. Én szeretném ezt Dávid Ilona vezérigazgató asszonynak megköszönni, hiszen amikor a vasúti pálya felújítás volt, akkor én szóba hoztam, hogy hát az állomással is kellene valamit kezdeni. Egy emberöltővel ezelőtt volt az utolsó felújítás, és azt mondta, hogy erre a megoldást a MÁV részéről megkeresi. És ez sikerült. Szívből gratulálok, és köszönjük valamennyi Karcag és környékbeli utazó nevében. Szerintem egy tapsot mindenképpen megérdemel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez egy 310 millió forintos beruházás, és része mindazoknak a munkálatoknak, amelyek itt zajlottak. A pálya felújítása, aluljáró és peronépítés, kerékpártároló, parkolók, a környezetnek a rendezettebbé tétele. Sőt, vannak előttünk feladatok is, hiszen a környékünkön itt van a Kisújszállás KK-korné vasútvonal, a Kiskörei hídnak a felújítása aktuális, vasútállomás felújítások aktuálisak, Kisújszállások. Itt Karcolón nagy részén már túl vagyunk, de még itt is van teendő a szárnyvonalon bőven, amelynek a megmaradásáért pár évvel ezelőtt még demonstrálni kellett, erre emlékeztet itt ez a tábla mögöttem. Tehát látszik az, hogy a vasútra szükség van, mindig ad munkát, és mindig ad megélhetést is. Munkát a vasúti dolgozóknak, az építőknek, és megélhetést mindazoknak, akik ezt használják, akik utaznak, akár munkadolgában, akár tanulóként, akár turistaként. És egyúttal azért is fontos, hogy tudjuk fogadni az ide érkezőket, a térségbe érkezőket. Tehát meggyőződésem, hogy a vasútnak van jelenés, lesz jövője is. A Nemzetügyek Kormány ezért is támogatta ezeket a fejlesztéseket, mert meggyőződésünk, hogy a vidéki térség az életminőség szempontjából, a versenyképesség szempontjából akkor lehetne sikeresek, hogyha ez a kormány a feltételeket biztosítja. A közlekedés, az oktatás, a gazdasági környezetet, akkor találunk itt megélhetés a Nagykunságban, a Közép-Tisza vidéken, hogyha ez a keretrendszer, ez korszerű, és ezáltal el tudjuk érni azokat a célokat, amelyeket kitűztünk. Ez pedig egy fejlődő, anyagiakban is erősödő vidéki Magyarország, erős közösségekkel, erős gazdatársadalommal, világszínvonalú termeléssel, minőségi, egészséges, GMO-mentes élelmiszerek termelésével és feldolgozásával egyaránt. Ugye tisztelt Hölgyeim és Uraim, én köszönöm mindenkinek a közreműködést, az építőknek, a MÁV részéről a beruházást, valamennyi hatóságnak, aki részese volt ennek a munkának, és bízom abban, hogy ezt az értéket, amelyet most birtokba vesz Karcagváros, az utazóközönség használni fogja, ezt meg is tudjuk őrizni ilyen színvonalasnak, ilyen szépnek, ilyen szemek gyönyörtetőnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen!